Egy panaszos levél kapcsán tartott sajtótájékoztatót dr. Pócs Alfréd, mint a Magyar Orvosi Kamara Heves megyei területi szervezetének elnöke, bár a Magyar Orvosi Kamara a koronavírus tagadása miatt elhatárolódott a szakembertől. Hétfő délután a tájékoztatón elmondta, házi orvos kollégája jelezte felé, hogy egy daganatos betegének megszakadt a kezelése, mert a beteg tajkártyája zöldről barna jelzésre váltott, ami azt jelenti nem jogosult állami ellátásra. Hozzátette, a páciens albérletben lakott, ahonnan a főbérlő kijelentette, ezáltal nem rendelkezik állandó lakcímmel, és emiatt nincs érvényes társadalombiztosítása. Dr. Pócs Alfréd továbbá elmondta, fél évvel ezelőtt változtatták meg az ezzel kapcsolatos törvényt, ami a koronavírus járvány miatt most fog realizálódni, és sok beteget érint majd, tette hozzá. A NAV befizetéseket mindent az állandó lakcímhez kötik, és nem a tajkártyához. És ezentúl, akinek nincs állandó lakcíme, tehát albérletben lakik, vagy netán hajléktalan, annak nem lesz egészségügyi kártyája. Tehát krónikus betegség esetén, akár daganatos betegség esetén is nem tud ellátást kérni, csak fizetőst. Tehát kedvezményes ellátásban nem részesülhet. És ez egy óriási probléma, azt hiszem. Dr. Pócs Alfréd hozzátette, a házi orvos levelét megpróbálják eljuttatni a hivatalos szervekhez. Kiemelte, orvosként nem tudja elfogadni ezt a helyzetet, ugyanis, mint mondta, a gyógyításra esküdött fel.